Hatalmas mélyedések tátonganak a Losonci utcában, már nem csak az úttesten, hanem a kerítések tövében is. Egyelőre még nem tudni hogyan, de ez a több mint 50 millió forintot érő szemétszállító autó esett az utca fogságába délelőtt. A jármű vezetője arcát ugyan nem vállalta, de kérdésünkre elmondta, épp a frissen csatornázott utcában haladt és próbálta az autót a nyomvonalon tartani, amikor egyszer csak hatalmas robajra lett figyelmes. Hogyha nem tudnak támaszkodni az oldalán, akkor is dőlhetett volna valamikor. Szó szerint beszakadt alatta az úttest. A tűzoltók siettek a helyszínre, darúval próbálták kihúzni a járművet, ám őket is szinte elnyelte a föld. Ráadásul egy vízvezetékcső is eltört ennek következtében, így több köbméter víz árasztotta el az útszakaszt. Csőtörés lett, a víz ömlött a területre, és akkor ezután kértük a vízművek segítségét, ők lezárták a vízvezetéket, és hát ezután lehetett látni a felvételen, hogy a vízművek hoztak sodert a helyszínre, a lukakat betömörítették, és akkor ezután ki tudtuk vontatni a szemétszállító járművet. Az ott lakók azt mondják, többször jelezték már a csatornázást végző kivitelezőnek, hogy nem lehet biztonságosan közlekedni az utcában. Attól is tartottak, ha egy nagyobb vihar következtében jelentős mennyiségű csapadék önti el a házuk előtti területet, a felházás miatt szó szerint a süllyesztőben tűntek volna el. Mivel segítséget nem kaptak, ők maguk próbálták feltölteni a mélyedéseket. A saját házunk előtt, ami volt murvás rész, abból próbáltuk töltögetni, hogy az a kocsinak ne akadjon fönn az alja. Tehát aztán azt ígérte, hogy pótolják a ház előtti murvás részt, amit beletöltöttünk, azóta se pótolták. Az utcában egyébként pár héttel ezelőtt fejezték be a csatornázást. A kivitelező cég építési vezetője azt mondja, minden szabályszerűen történt, szerinte ők nem tehetnek az esetről. Feltehetően volt egy olyan régi vízvezeték vízbekötés törés, ami beszivárgott, amiről nem tudhattunk, és aláztatta a friss nyomvonalat. A Városgondnokság a polgármesteri hivatallal közösen átvizsgálja a jegyzőkönyveket, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset. Fel kell tárni a problémát, hogy mi okozta ezt a lesüllyedést. Több lehetősége is van. Természetesen ez csak azután fog kiderülni, miután a kollégák feltárják, kibontják és megnézik, hogy mi van a talajban. Mi annyit tudunk tenni, hogy nagyobb ellenőrzést, bekérjük a jegyzőkönyveket, kimegyünk helyszínen és saját szemmel megvizsgáljuk, hogy tényleg ami a jegyzőkönyvben szerepel, az valós adat-e. Hogy mekkora az anyagi kár, azt egyenlőre nem tudni, és azt sem, ki fogja helyrehozni a Losonci utca ezen szakaszát. A Fehérvíz munkatársai elzárták a vízvezetéket, a lakossági vízszolgáltatást a hiba elhárításáig tartályokból oldották meg.